Rendezvény utolsó összecsapásán Fekete László remek produkciót nyújtott Gyalog Zsolt ellen. A kisebb súlyból érkező Fekete lazán és pattogósan bunyózott, melynek eredményeképp már az első menet közepén számolni kellett Gyalogra. One, two, three, four, five. Gyalog folytatta a meccset, nem sokkal később Fekete kőkeményen keresztbe verte ellenfelét, és ebből Gyalog számára már nem volt visszaút, vagyis Fekete László első menetes TKO győzelemmel hízlalta mérlegét. Nagyon jó volt most, mert most többet készültem, kicsit föllazultam, nem voltam már olyan merev, és jobban kijöttek az ütések is, hátraléptem, visszalépések, nem dobáltam most el úgy a kezeim, és most úgy ki is jött, most jó volt. Első két ütést éreztem, hogy erős, mert ugye fizikailag nagyobb nálam, meg súlyban is egy kicsivel, de aztán megoldottam a végére. Megtaláltam rá az ellenszert, elmozogtam, elléptem a nagy ütései elől, és megfogadtam egy hátsó kezessel, ami a végén el is dönt.